Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog hivatás adása. Mai vendégem Jancsó Árpád jezsuita atya. Árpi, Isten hozott, jó, hogy itt vagy. Sziasztok, szia Bálint! Én is nagyon üdvözlök itt mindenkit, meg téged is. Ezek a hivatás adásokat úgy kezdjük el, hogy egy ilyen gondolat gyakorlattal kezdenénk, ha benne vagy. A kérdés pedig az lenne, hogyha az az Árpi, aki keresi a hivatását, még annó, oda jönne most hozzád, ehhez az Árpihoz, aki itt ül most. Mit mondanál neki? Azt hiszem, az első dolog az lenne, hogy nyugodjon le egy kicsit, higgadjon le. De hogyha visszaemlékszek talán arra az időszakra, amikor így nagyon-nagyon kerestem a hivatásomat, vagy nagyon-nagyon foglalkoztatott azt, hogy így mi lesz az életemben, meg hogy tovább, akkor így visszanézek, és a leginkább egy ilyen feszültség, ami eszembe jut. Vagy én nagyon akartam, hogy ezt így tisztázni, vagy látni. Uh-huh. És hogy valószínűleg hiába mondanám azt az akkori magamnak, hogy nyugodjon le, ez nem így működik, mert az annyira intenzív kérdés akkor, hogy ilyet nem lehet mondani. Uh-huh. Talán olyasmit mondanék még, hogy persze ez se segít, csak most így visszanézve, hogy ne aggódjon. Uh-huh. Tehát, hogy az, amit keres, arra jönnek válaszok. Uh-huh. És hogy lehet abba bízni, hogy így az életed, vagy az élete, az így fog egyről a kettőre jutni. Ez a rendeződés, ez egy ilyen folyamat, és hogy ebbe a folyamatba te benne vagy, nyilván kell a te részed is, de hogy ez így zajlik. Neked mi segített, hogy ezt észreved, vagy felismerd, hogy ez történik? Annyit tudtam magamnak így mondani, hogy bízzak abba, hogy a Jóisten jót akar. Hogy bízzak abba, hogy igen, hogy az Isten az életemmel valami jót akar. A családod mit szólt, amikor így megszületett így a lépés, hogy a papság, jezsuita, szeretési élet felé indulsz el? Az, amikor én ezt felvetettem otthon, hogy akkor nem tudom, papi hivatás, azért így nem lepődtek meg annyira. Vagy hát édesapám, emlékszem, mondta, hogy hát ez egy kisfiam, ne vigye túlzásba a dolgokat, tehát ezt így mondta, de aztán így igazából ők ezt így elfogadták, és aztán azt mondták, hogy hát ha te szeretnéd, ha erről meg vagy győződve, akkor járjad így a te utadat. Így szabadon hagytak. Szabadon hagytak. Aztán, amikor a jezsuitaságot is így eldöntöttem, akkor is igazából így szabadon hagytak. Uh-huh. Sőt, azt hiszem talán így örültek is. Minek örültek ők? Szerintem annak, hogy a jezsuita rendet, vagy így azt, ahova én most így elköteleződök, azt így valahogy úgy normálisnak látták. És hogy így volt bennük is egy bizalom így a társaság iránt. Tudsz mondani pár szót így a rendi jezsuita képzésről, ami neked személyesen sokat jelentett, segített, fontos volt? Uh-huh. Hogyne, hát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor először találkoztam így jezsuitával, és akkor elkezdtem beszélni a dolgaimról, az volt az érzésem, hogy ez ember ért engem. És hogy volt egy ilyen aha élmény. Azt éltem meg, hogy segítenek. Uh-huh. És hogy ezt nehéz így megmondani, hogy ez miben állt, de valahogy a melléd állás, talán azt mondanám meg ezt, úgy fogalmaznám meg ezt talán erre a jezsuita szakszó, hogy így kísértek. Uh-huh. Uh-huh. És ez belépés után is folytatódott, hát különösen most ilyen noviciátusra így emlékszek vissza, hogy Lukács János volt így a mesterünk, és hogy azt kell mondjam, hogy persze ezzel szoktak a rendtársak így viccelődni, azt szoktam mondani, hogy azt hiszem, hogy életemnek így egy legszebb 2 éve volt, és akkor mindig vissza szoktak kérdezni, hogy úristen, milyen volt a többi. mert hogy a noviciátus sokan így nagyon nehezen élik meg, vagy nagyon kihívásokkal teljesen. Te neked a legszebb időszak. És én még azt kell, hogy mondjam, hogy úgy éltem meg, hogy itt most, hát így haladok egyről a kettőre. Uh-huh. Vagy hogy olyan folyamatok történnek így az életemben, a lelkemben, amikor amik így egyértelműen így előre visznek. Uh-huh.
Ki tudsz egy konkrét példát mondani, ha lehet? Hát az önismeretnek az útja, uh-huh. szembesülések, uh-huh. motivációkkal, nagy csalódások saját magammal, vagyis nem saját magammal, hanem inkább talán így a motivációimmal, és hát így emberi küzdelmek így a rendtársakkal. Vannak novíciás társaid, és akkor ők így adják az impulzusokat. Tehát ott így egy véremenő két évről van szó. Valós kapcsolat. Igen, és ők dobálják aztán a kihívásokat, hogy te milyen, mibe vagy jó, meg mibe kevésbé. Mind a kettőt, igen. És azt hiszem, hogy annyi visszajelzést, mint abban a két évben én az életemben nem kaptam. Uh-huh. Amiket be tudtam aztán építeni a saját önismeretembe. Uh-huh. Azt hiszem. Nekünk még nem volt a noviciátusban ez a próbációs rész, vagy próbaidő. Nektek viszont már volt, hogy emlékszel, hogy elmentetek pénz nélkül, telefon nélkül, ilyen szegénységi zarándoklat. És azért hozom most ide ezt, mert amiről múlt héten beszéltél téma, így a szabaddá válni. Mondasz csak pár szót róla, hogy neked ott mit éltél át, amikor tényleg semmitek nem volt, hanem mentetek heteken keresztül, koldultatok, szállást kerestetek. Mondasz róla pár szót, ott megéltél ilyen szabadságot, amiről múlt héten beszéltél? Kezdem talán így arról az oldaláról, hogy én azért kicsit úgy éltem meg ezt, mint egy, hogyha őszinte vagyok így magamhoz, hogy mint egy nagy kaland. Aha. Szóval kicsit, mint egy ilyen fán. Megkérdezed a novicius társaimat, ők azért nem. De hogy nem tudom, nekem így az volt, hogy fú, hát megyünk, és hogy ez milyen tök jó, és hogy utólag visszanézek ezekre a tényekre, hogy úristen, mi tényleg, tehát nem volt pénzünk, nem volt telefonunk, nem volt semmi megszervezve, és hogy volt egy ilyen kaland része. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ezt így nem lehet így elvitatni. Uh-huh. És a szabadságot, amit kérdezel, inkább úgy éltem meg, hogy volt egy ilyen spontaneitása így a napoknak. Tehát, hogy mégiscsak minden nap így egyről a kettőre jutottunk. És hogy ez fizikálisan is megvalósult, uh-huh. tehát, hogy volt kajánk, volt szállásunk, és hogy nem volt ilyen túl nagy agyalás, hogy mi lesz a következő lépés, voltak kisebbek, de hogy ha a szabadságra gondolok, valahogy ezzel tudnám összefüggésbe hozni, hogy volt egy ilyen bevonódás, volt egy ilyen folyamat, volt egy ilyen sodródás, jó értelembe véve, hogy így haladunk. És ha innen nézem, vagy ezt így azonosítom a szabadsággal, akkor hát ilyen formában éltem meg talán. Milyen papnak lenni? Mit élsz meg így frissen szentelt papként, úgymond? A mi képzésünkben, Jezsüita a képzésünkben ugye van egy hosszú felkészülési szakasz, amit ugye formációnak is szoktunk mondani. Uh-huh. És hogy azt hiszem, hogy ez a képzési, formálódási szakasz nem kizárólagosan, de főleg azért arról szól, hogy mi emberileg azért így, hogy normálisok legyünk. Vagy azt mondanám, hogy olyan emberekké váljunk, akik így képesek kapcsolatokba lenni. Képesek kapcsolatokra, rendtársakkal, idősebbekkel, fiatalabbakkal, és hogy ezek élő kapcsolatok. Uh-huh. És hogy ezekben benne tud lenni az illető. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen emberi dolog. És amikor meg így pap leszel, akkor valahogy erre az emberi dologra, erre a formálódásra valahogy jön egy, nem jól tudom ezt megfogalmazni, de jön egy másik identitás, ami nem egy ideális esetben, azt hiszem, nem csak egy szerep, hanem ennek a formálódásnak a folytatása, uh-huh. hogy így a te emberségedre kapsz valami mást is még, uh-huh. valami feladatot, vagy hát ugye azt szoktuk mondani, hogy hivatást. Uh-huh. És azt élem meg, hogy így örülök papnak lenni,
leginkább így most, per pillanat, így a Szent Misében élem ezt meg, hogy abban a gesztusban, hogy oda viszek így embereket akkor a Szent Misében, és hogy valahogy ez olyan papi feladat. Mit élsz ott meg? Hogy te így embereket valahogy a Jóistennek ajánlsz. És ezt persze minden ember így meg tudja tenni, de valahogy azzal a tudattal együtt, hogy ezt is átélem, hogy ezeket az Isten meghallgatja. Vagy hogy az, amit ott csinálunk a misébe, az nem hókusz-pókusz. Első küldetésed papként Miskolcra hívott téged, iskola lelkész vagy a jezsuita gimnáziumunkban. Hol van az az élet, ennek a megváltásnak az íze, amit érzékelsz iskola lelkészként, így az iskolában, gyerekek között? Mit látsz, Árpi, így iskola lelkészként? Most visszagondolok egy alkalomra például, így egy nagyon egyszerű dolog volt, így kicsiket szólítottunk meg, ezek 5-6-7-esek. És Rorátékra hívtuk őket minisztrálni. És nagyon döbbenetes volt, hogy ők ezt vállalták, hogy 6:30-ra jönnek, fölkelnek, hát én is néztem ki a fejemből, de hogy ilyen van. És lement szépen az advent, nagyon szépek voltak a misék, és akkor utána vízkeresztkor megint úgy meghívtuk őket. És volt egy pillanat, amikor azt éltem meg, hogy ott van ez a néhány 10-13 éves ember, és valahogy ők keresik az Istent. Nem engem keresnek. És ez így döbbenetes volt így valahogy, nem tudom, így érezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez ilyen valami érzékelhető dolog volt, hogy világosan, hogy ők nem engem keresnek, hanem valószínűleg ez nem tudatos így ilyen életkorban, de hogy ott azt éreztem meg ilyen, hogy az Isten az, akárhány éves vagy, ő keresi veled a kapcsolatot. Úgy látszik, amikor belépnek fiatalok így az oltár közelébe, vagy ők is akarnak, vágynak az Isten közelében lenni. És ez ott van a közöttük, ha jól értelek. Igen, és hogy ez egy komoly dolog. Tehát, hogy azt akarom csak mondani, vagy nekem ez volt itt döbbenet, és lehet, hogy ez így magától értetődő, hogy attól, hogy 10 éves vagy, attól, hogy 12 éves, hogy tök mindegy, hogy ki vagy, ezt most kicsit így magamnak is mondom, hogy attól, hogy jezsuita vagy, és akkor nem tudom, milyen formáció mentél meg, spirituális, nem tudom, miken keresztül, az egyáltalán nem feltétele annak, hogy az Istennel te kapcsolatban legyél. És hogy ezek a gyerekek is ott az Istent keresték. Van ennek egy ilyen nagyon, hát azt kell, hogy mondjam, ilyen intimitása. Amikor így az Isten működése valahogy így érzékeled. Képzésünk során ebben a kapcsolatokban növekszünk, vagy megmaradunk. Ezt érted az Istennel való kapcsolatra, és hogy erre az intim térre, az intimitásra, és hogy ott tanulni, elidőzni, vagy ez állna így erre a folyamatra, amiben növekszünk, vagy növekszel? Hát persze, hát hogy ne. Csak ez így nagyon nehéz. Beszéltünk arról, hogy formációnak az eleje, hogy a képzés, hogy támogatnak, hogy van egy mestered. És azért az egész jezsuita képzés alatt van lelkivezetőd utána is. Tehát, hogy vannak körülötted emberek. És mégis így azt hiszem, hogy amikor leginkább azt éltem meg, hogy nem számíthatok itt senkire, csak a jó Istenre, azok az alkalmak voltak, kicsit ilyen fájdalmasok is, amikor vagy azt éltem meg, kicsit ilyen ellentmondásos ez, hogy nincs melletted senki. Még a rendtársak se. Te nem érdekelsz itt senkit. És hogy ilyen határhelyzetek aztán valahogy hogy kinyitják így a fejedet is, hogy hát miért is vagy itt akkor végül is. És ugye Szent Ignácnak is ez egy nagyon fontos, ugye ez valahogy benne van az institútumunkban is, hogy az Isten miatt vagy te itt. Te Jézus társa vagy. Igen. És hogy szerintem nekünk jezsuitáknak azért ez egy nagy veszély, hogy nem tudom, legalábbis magamra gondolok, akár most az eddig eltöltött papi tevékenységre gondolok, hogy,
hogy benne vagy így feladatokba, és csinálod, és akkor ez így ad életet is, mert jó beszélgetni, van egy elégedettsége annak, hogy te megcsinálsz dolgokat, de így könnyen így be tudsz szippantódni. A feladat meg a munka. Feladatban. Uh-huh. És hogy közben meg, ha így ez nagyon így bevon, és elveszted ezt a belső kapcsolatot uh-huh. az életednek a forrásával, akkor ezt egy idő után jobb esetben te is észreveszed, aztán meg a környezeted. Legalábbis ez a tapasztalatom, hogy nehéz időszakban vagy, akkor az a legnehezebb ebben, hogy kijönni ebből. Uh-huh. Uh-huh. Olyasmi szokott ilyenkor történni, hogy amikor így észnél vagyok, akkor mi az a pici tyúklépés, amit uh-huh. meg tudok tenni, hogy így közelítsek az Isten felé. És akkor legalábbis nálam sokszor ez abban a dinamikában ugye át tud menni, hogy jó, akkor még egy tyúklépés, akkor visszaes, és akkor megint nagyon szarul vagyok. Uh-huh. És sokszor a visszatalálás így a kapcsolódáshoz valahogy így, én nem is tudom, hogy zajlik, uh-huh. de valahogy így magától. Jó, tehát, hogy most ezt ki kéne fejteni az értelmét, de valahogy egyszer csak az Isten mégiscsak így válaszol ezekre előre, meg vissza esésekre, és egyszer csak nem tudom, jön valami, hogy fú, akkor most olyan, mintha tényleg úgy tisztulna a kép. Ugye van ez a nagyon szép verse a Reményik Sándornak, a kegyelem. Uh-huh. És valahogy azt hiszem, hogy ő ott nagyon jól megragadja ezt a dinamikát, uh-huh. amiről nehéz is így beszélni. Hogy akkor valami felszabadul. És ha te részletül, akkor van egy ilyen kivárás, hogy ez, vagy egy hit, vagy egy bizalom, hogy ez majd csak benne maradsz. Mint hogyha ez lenne, amit mondasz, ilyen kulcs, hogy benne maradsz, és keresed, hogy várod ezt a kegyelmet, vagy, és aztán egyszer csak valahogy ez tud történni. Igen, én azt a szót is hozzátenném, hogy sokszor ez kínlódás. Uh-huh. Tehát, hogy igen, és akkor talán az segít, hogy akkor rájövök, hogy Úristen, most akkor kínlódom. Uh-huh. És akkor ez egy lépés előre. Uh-huh. Most én ebben a helyzetben vagyok, higgadjak le. Uh-huh. De valami ilyesmi, igen. És amikor sikerül, amikor ez a kegyelem érkezik, vagy mi történik ott? Tehát amikor ez látszódik, vagy? Uh-huh. Hát azt hiszem, akkor valami ilyesmi történik, hogy úgy felszabadulsz, vagy úgy, ez alatt azt értem, hogy úgy jön egy ilyen derű, és akkor valahogy könnyebbé válnak a dolgok. Uh-huh. Tehát ez szerintem a külső uh-huh. hatása. Uh-huh. Uh-huh. És valahogy nyilván jönnek akkor elhatározások is, meg nyílik perspektíva, remény, uh-huh. hogy fú, hát itt akkor lehet tovább menni. Ott tágabban látsz, mint az előtte lévő lelki állapotban. Igen. Uh-huh. Uh-huh. Igen, és valahogy, meg ez a könnyedség talán, uh-huh. hogy akkor valahogy így tudsz így haladni. Ez a haladás, ez visszatér, úgy látszik, igen. mint téma, mint irány, hogy ott, mint a lelki életben ez lenne, ott lehetséges a haladás, van előre, van iránya, van perspektívája az életnek, az útnak, amit jársz, vagy járunk. Igen, és valahogy ez egy ilyen nagyon Szent Ignáci kulcs dolog. Uh-huh. Ugye erre rá is kérdeztél, hogy mik voltak az információmnak ilyen fontos állomásai. Uh-huh. És akkor nagyon visszaemlékszem erre, hogy mennyire akarta ezt így Lukács Janó nekünk így megmagyarázni, hogy mi ez. Ez a haladás. Ez a haladás, ez az előrehaladás. Hogy ez annyira központi dolog, és hogyha ezt egy jezsuita valahogy így megérti, talán, uh-huh. akkor úgy rendben lesz uh-huh. a jezsuita élete. Ez nem azt jelenti, hogy akkor minden rendben lesz, amiről az elején beszélgettük, hanem hogy ez a rendeződési folyamat és ez a tágasság nem úgy, hogy nincsenek visszaesések, uh-huh. de így történik. Uh-huh. Uh-huh. És hogy a visszaeséseket sem tragédiaként kezded el fölfogni. Az én életemben ez egy óriási élmény. Hogy visszaesek, nem tudom, Úristen, és akkor
mégsem én vagyok a legszerencsétlenebb a világon, hanem hogy valahogy ez így természetes belejárója egy folyamatunknak. És hogy sokszor azt hiszem, vagy nem tudom, én ezt annyira így mondanám így embereknek, vagy nekem ez annyira vigasztaló volt, annyira bevilágító. Az előző 3 év alatt, mikor Rómában tanultam, az ottani spirituálisunk beszélte erről sokat, hogy a mi katolikus spiritualitásunkban az, hogy rendbe jönnek dolgok, és az, hogy rendeződés, mint folyamat, a között ég és föld különbség van. Aha. Tehát, hogy sokszor azt várjuk, hogy akkor jó, minden legyen kocka, rendben. Minden aha. legyen rendben. Uh-huh. És a rendeződés az meg, amiről beszélgetünk. Igen. Ez a haladás, vagy ez az irány, amikor rendeződnek a dolgok. Igen, és hogy ez egy folyamat, és hogy nem szabad attól kétségbe esni, ha esetleg még nem lenne minden rendben. Uh-huh. Ha most valaki nézi ezt a vlogot, vagy most kapcsolódik ehhez a vloghoz, és így vágyna arra, hogy haladjon, mit mondanál, mit javasolnál azoknak, akik? Tehát látsz-e elemeket, ami ebben a rendeződésben segít? Hát az őszinteség, ez nekem valahogy ilyen visszatérő. Vagy erről beszéltem múlt héten is. Tényleg, igen. Igen. Hogy ez olyan kulcsfontosságú, azt hisz, legalábbis így számomra, uh-huh. hogy legalább így magadhoz legyél őszinte. Uh-huh. Persze aztán a Jóisten, ez is jobb esetben, meg másokhoz is, de hogy azért mondom ezt, mert sokszor így ehhez a ponthoz is olyan nehéz eljutni. Hogy de, tudjuk őszinték lenni önmagunkkal. Igen, de valahogy ez egy olyan megragadható dolog. Tehát, hogy mi ez a rendeződés, erről már beszélgetünk 20 percre, aztán nem tudjuk igazából elmondani, azt azért arra mindenkinek van fogalma, hogy mit jelent őszintének lenni. Uh-huh. Mit szeretnék? Mire vágyom igazából? És sokszor ezekkel a vágyakkal való szembenézés, vagy a magammal való szembenézés, vagy hogy mit gondolok az Istennel, elszembenézés, ezek őszinteséget kívánnak, sokszor félelmetesek is tudnak lenni, de azt látom valahogy ez egy ilyen eszköz. Uh-huh. De hát a hivatás szempontjából is ugye, hogy ha valakiben ez a kérdés fölmerül, akkor ott őszintének lenne, hogy ez basszus, ez fölmerült. Uh-huh. Ez itt az elején biztos, hogy ott van ez a jelző, hogy basszus, ez fölmerült. Kezdenem, dolgom van vele. Igen. Igen, igen. Mi segített neked akkor is őszintének lenni, amikor ezeket a nehezebb időszakokat élted meg, vagy éled meg? Vannak olyan külső dolgok, szerintem bizonyos élethelyzetekben, amikor, hát igenis az van, hogy nem tudom, akkor az a siker teljesítmény, hogy én fölkelek, és akkor elvégzem mondjuk a munkámat. Tehát, hogy van valami külső keretrendszer, amihez mégis próbálom itt tartani magamat. Ezt azért mondom, mert szerintem, amikor ilyen nehezebb időszak van, az őszinteségen kívül, talán ezek a külső dolgok is egy óriási segítség, hogy így valamennyire, amennyire lehet, így próbálj meg így, nem tudom, időnként így levegőt fölmenni. Nekem nagyon segített személyesen, hogy csak reagálj rá, hogy te hogy látod. Nagyon segített a saját imádságomban az, hogy amikor rádöbbentem arra, hogy Jézus hogy tanít imádkozni. Hogy úgy tanít imádkozni, hogy egy atyán, egy szerető atyának, egy szülőnek, egy atyának mondod el azt, ami benned van. És hogy most szemlélve azokat, akik most elmúlt időszakban több családossal lehettem együtt, és valaki pont mesélte a napokban, hogy el kellett induljanak, vagy 3 éves fia van, és el kellett valami menjenek, és nem akart a fiú menni, mert valami dolga volt még a játszótéren, amit neki ott mindenképp meg kell csinálni, de hát menni kellett, így felvette a kezébe, és akkor azt mondta a fia neki, hogy utállak, apa. És az apa tudta azt, hogy igazából nem őt utálja, vagy nem vette magára, vagy nem ez a nem ezt akarta vele mondani, hanem igazából csak megküzdött a fiú azzal, hogy most menni kell. És itt is a fiú őszinte volt az apjához is, mint hogyha nagyon segítene az őszinteséget, annak a tudata, hogy itt van egy kapcsolat, ahol
olyan értelemben mondhatok bármit, mert az apa szeret, ért, érteni akar, ismer, tudja, hogy nekem nehéz otthagyni a játszóteret most, vagy... De hogy ebben a kapcsolatban értem meg saját magam, vagy nekem ez segítség volt az őszinteségben, hogy nem megfelelni kell az Istennek, hanem valahogy ebben a kapcsolatban, párbeszédben tisztul az, amit átélek, de ehhez, mint hogyha segítene az őszinteség, csak ami az őszinteségben segít, az a kapcsolódás ehhez az Atyához, vagy ehhez az Istenhez, aki szeret. Az a nehéz ilyenkor, hogy ezeket a szavakat, hogy utállak, ezt úgy kimondani, hogy nem egy ilyen odavetett valami, mert akkor semmi. Uh-huh. Hanem úgy kimondani, hogy magaddal is kapcsolatban vagy. És akkor ér el a másikhoz is az, és akkor szűnik meg ennek a negatív kihangzása is, hogy itt nem azt mondom, hogy utállak, hanem azt mondom igazából, hogy fáj. Uh-huh. És hogy de annak valahogy egy ilyen előzetes feltétele talán, hogy ezt így magadhoz is kapcsolódsz benne. És azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez, amikor így magadhoz kapcsolódsz, akkor tudsz kapcsolódni az Istenhez is. A szabadság volt a témánk, szabaddá válni valamitől, valamire. És a heti gyakorlatunk az volt, hogy imádkozzunk a gazdagi fiú történetével, akinek van egy nehéz érzés, hogy kérsz valamit, ami nekem nagyon nehéz most. De nem mondja ki Jézusnak, hanem így érzi ezt, és szomorúan elfordul és eltávozik. Míg a másik szakasz, amit ajánlottunk a nézőknek, akik követnek bennünket, hogy Mária, ahogyan az angyali üdvözletkor Mária érzi azt, hogy ez nehéz, nem értem. Hogy történik ez meg velem? De valahogy kimondja az angyalnak. És mint hogy itt lenne az őszintesség, vagy amit mondasz, ilyen kapcsolódás, hogy ez lehet nehéz néha, hogy nem értem. De ebben az őszinteségben, vagy kapcsolásban tisztul az. Mert Jézus mondhatta volna a gazdag ifjúnak, hogy figyelj, nyugi, 100 annyit kapsz, vagy valami mélyebbre viszlek, vagy, és akkor azt értette volna. De mivel nem maradott így szomorúan távozik ő is, meg Jézus is szomorú lesz. Meg szerintem Máriában még az, ami egy ilyen nagyon szerintem ilyen reményt adó így nekünk, hogy lehet így kimondani dolgokat így artikulálatlanul. Uh-huh. Ez alatt azt értem, hogy sokszor ugye azt, hogy mi van, mi bánt, vagy nem tudom, ezeket nem is tudjuk pontosan először így megfogalmazni. De hogy el lehet róla kezdeni így, mint ahogy Mária is belemegy ebbe a párbeszédbe, és akkor nem tudom, most ha beleképzeljük magunkat az angyal szerepébe, nem tudom, lehet, hogy azt gondolnak, hogy milyen hülyeséget kérdez a Mária, vagy mit tudom én. Csak hogy nehéz ezeket megfogalmazni, és így kicsit így forma nélkül is akár. Csak hogy felvegyük a kapcsolatot. Amiről most beszélgettünk, valamit így megfogalmaznál még a nézőknek most, amit ajánlanál a következő, ahogy érzékeled ezt a szabadság témáját, van-e benned még valami, amit szívesen elmondanál még a nézőknek? Talán még egyszer az, hogy keressék ezt a nagyon ilyen finom, vagy nagyon ilyen delikát dolgot, ami igenis erről szól, hogy hol van az én részem, amit én teszek hozzá a dolgokhoz, és hol van az Istennek a része, aki... Szóval, hogy ennek a dinamikáját, és ez valahogy egy ilyen lelki keresés ez, ennek az érzékelése. De én azt hiszem, hogy erre képesek vagyunk emberek. Árpi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, hogy beszélhettünk. Köszönöm nektek is, hogy velünk voltatok, és találkozunk egy hét múlva, amikor a párbeszéd adásunk következik majd, és a cserkészek küldenek nekünk kérdéseket. Várunk benneteket egy hét múlva ugyanebben az időben. Ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel itt, és kövessetek minket a közösségi médiában. Sziasztok!